Ezek a képek a várjai parkerdőben készültek az idén megszervezett nyári táborról. Ezen a nyári táboron több mint 90 diák vett részt. Ennek folytatásaként október végére őszi tábort szervez a Bonyhádi Sportcentrum. Szervezünk 2019. október 28-31-ig, pontosan a tanévnek az őszi szünetjére egy őszi sportos tábort, amit felmentő tábornak neveztünk el. Azért felmentő tábor, mert a szülőket szeretnénk segíteni az őszi szünetben. Gyakorlatilag az őszi felmentő tábort a nyári sporttáborunk tematikája alapján készítettük el, és azért kezdtünk el rajta gondolkodni, hogy tényleg segítsünk a szülőknek az őszi szünet ideje alatt, ugye sokan dolgoznak, szeretnénk, hogyha a gyerekek nem otthon ülnének és a számítógépet nyomkodnák, hanem valami sportos programmal töltenék az időt. Ezért tényleg abszolút a nyári táborunkra hagyatkozva összeállítottunk egy programot. A nyári táborunkat is nagyon imádták a gyerekek, sokan vettek részt rajta. A szülők is meg voltak elégedve, a gyerekek este fáradtan tértek haza, élménydús beszámolókat tartottak otthon a szülőknek. Úgyhogy az őszi táborunk az arról fog szólni, hogy gyakorlatilag eljönnek hozzánk hétfőtől csütörtökig, minden nap délelőtt lesz valamilyen edzésük, ez legyen kézilabda, foci, röplabda, délután pedig pedagógusok foglalkoznak majd a gyerekekkel. Ez lehetséges, hogy sportos vetélkedőket tartunk, a csapatépítő összetartó játékokat, esetleg kézműves táborokat is, táborszerű eseményeket is tartunk nekik. És ez az első két nap így fog zajlani, hétfőn és kedden. A szerdai napon tervezünk egy túranapot a meccsekbe, ez a nyári táborban is jól működött. Ugye a nyár és az ősz között ugye az a különbség, hogy az időjárásban nem mindig engedi ősszel, hogy a túrázás szerelmesei otthon érezzék magukat az erdőben. Ugye itt még lehetséges egy kis változás, de ha esetleg nem jön össze a túra, mert az időjárás nem engedi, akkor is ki fogunk találni valami jó programot. És az utolsó napon, csütörtökön pedig elmennénk Pécsre az állatkertbe, illetve utána a gyerekeket meghívnánk egy mozira. Gyakorlatilag ez erről szól. A gyerekek, hogyha jelentkeznek, akkor napi háromszori ellátást kapnak, szinte biztos, hogy élménydús eseményekkel térnek majd haza, és garantáljuk azt, hogy nem fognak otthon esténként már más dolgokkal foglalkozni, csak azzal, hogy kipihenjék magukat és felkészüljenek a holnapi napra. És akkor bármilyen korosztály mehet? Vagy a korosztály tekintve meghatároztuk azt, hogy 7 és 14 éves korosztály, tehát gyakorlatilag az általános iskolát átölelő korosztályra számítunk ilyen tekintetben, de ez gyakorlatilag a nyári táborban már működött, nagyjából a másodiktól a hatodik, hetedik osztályos korosztály szokott ezekre a táborokra jelentkezni. Általában osztálytársak elmondják egymásnak, hogy hú, van ez a tábor, gyertek, mi is ott leszünk, úgyhogy simán össze szokott jönni egy 20-25 fő. A tábornak a díja az 20 000 forint per fő, erre a 4 napra, úgyhogy arra biztatunk mindenkit, hogy aki még nem jelentkezett, az nyugodtan tegye meg a sportcentrumnak az ismert elérhetőségein, várjuk még a jelentkezőket.